Balogh Lászlóval folytatjuk az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével, és egy rekordról beszélgetünk, ami jó hír a magyar építőiparnak, mert hogy 29,6%-kal bővült a termelés. Miből adódik ez? Azt tudjuk, hogy nagyon pörög a lakáspiac, és hogy sok új lakás épül. Ez volt a fő indok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez is hozzájárult. A lakásépítési kedve az mondhatni, hogy töretlen 2016 óta, de azért az építőiparnak csak egy részét, egy kisebbik részét teszi ki a lakásépítések. Szinte minden szegmensben fellendülés volt tapasztalható tavaly. Ugyanúgy épülnek kereskedelmi, ipari ingatlanok, az állami és uniós forrásból indított beruházások, oktatási épületek, útépítések, vasútfejlesztések, és igazából ennél még lehetne nagyobb is a növekedés, hogyha lenne elég szakember, aki megépítené ezeket a tervezett épületeket. Ennek pedig a hátterében az áll, hogy a szakemberek elhagyták az országot, és máshol kerestek boldogulást. Igen, volt egy időszak 2008-2009-et követően, amikor gyakorlatilag megálltak az új lakásfejlesztések és az építések. Hát félbehagyott épületeket láthatott az ember egyébként, mert tulajdonképpen nem volt olyan, aki befejezze. És a szakemberek is nagyon sokan elhagyták az országot. Most már kevesen emlékezünk vissza arra, amikor mondjuk 2012-ben, 2013-ban nagyon olcsón lehetett építési munkálatokhoz szakember találni, hiszen akkor egymás alá licitáltak a beruházók, hogy legalább legyen megrendelésük. Most sokat fordult a világ, most már egy egyszerű lakásfelújításra is hónapokat kell várni, és egyébként ami érdekes a felvezetéshez kapcsolódóan, hogy ez a sok szegmens, tehát az állami finanszírozású építkezések, a kereskedelmi ingatlan fejlesztések, a lakásépítések ugyanazokra a szakemberekre lőnek, ugyanazokat a szakembereket igénylik, vagy legalábbis nagyon hasonló munkálatok folynak minden építkezésnél, és ezekből pedig hiány van. Mennyien hiányoznak? Lehet számszerűsíteni? Jelenleg több mint 300 ezer ember foglalkoztat az építőipar, utoljára ilyen 2008-ban volt tapasztalható, de még legalább egy 10-20 ezer emberre szükség lenne ahhoz, hogy azok a fejlesztések megtörténhessenek, amik tervben vannak véve. Nagy kérdés egyébként, hogy meddig tart ki ez a fellendülés, mert például az új építésű lakásokra vonatkozó kedvezményes áfakulcs is lejár 2019 végéig, és határozott válasz még nincs arra vonatkozóan, hogy meghosszabbítják-e vagy sem. Ha így fejlődik ez a szektor, akkor miért nem tudja kitermelni azokat a béreket, ami hazacsábítaná a külföldön dolgozókat? Itt megint a különböző szegmenseknek a sajátosságaira kell visszavezetni a helyzetet. A lakásépítéseknél megfigyelhető, hogy a lakásárak drágulásában nagyon nagy szerepe van annak, hogy az építőanyagok költsége és a munkaerő költsége az folyamatosan drágul. Emiatt ugye a lakások is egyre drágábbak, viszont az embereknek szemmel láthatóan nincs annyival több pénze, mint amennyivel drágulnak az új lakások, tehát bizonyos idő után el fognak érni egy olyan szintet, amikor már megfizethetetlenné válnak, hogyha ez a tendencia folytatódik. A kereskedelmi és ipari ingatlan fejlesztéseknél már picit más a helyzet, hiszen ott üzleti alapon történik az adásvétel és a tranzakciók meg a bérbeadás, tehát ott még ki tudják termelni adott esetben a magasabb béreket. Az állami beruházások pedig egészen más lélektan alapján működnek már, ami az árképzést illeti. Ha már említi az ingatlanoknak az árát meg az árfekvését, ugye az elmúlt hetekben arról lehetett olvasni, nem tudom, hogy ezt annak egyébként tapasztalják-e, de hogy mintha megtorpant volna ez a nagy boom, tehát ami az áremelkedésben az ingatlan piacon tapasztalható volt, értve ezt mondjuk az albérletek árára is. Tapasztalják ezt a tendenciát önök is? Ezt abszolút, ezeket az elemzéseknek egy jó részét is mi készítettük, és pont az látszik, mind az albérlet árakban, mind a használt lakás árakban, hogy most már nem emelkednek olyan mértékben az árak. Ennek pedig ugye az az oka, hogy a fizetőképes kereslet is elérte már a teljesítőképessége határát. Sőt, van egy olyan fajta átrendeződés az ingatlan piacon, hogyha például most már valaki azon gondolkodik, hogy vegye mondjuk a belvárosban 30-35 millióért egy 50-60 négyzetméteres téglépítési lakást, hát ezért a pénzért már egy családi házat is tud venni a külső kerületekben vagy az agglomerációban, tehát most már a különböző ingatlan típusok között is van mozgás, és ez szintén egyfajta újrarendeződést és a lakásépítések, az, hogy hol épülnek és milyen típusú lakások, erre már rezonálnak? Ebben van változás? Abszolút.
nagyon átalakult a költözések iránya az elmúlt időszakban. Most már egyre hangsúlyosabb a munkahelyhez és az iskolához való közelség adott esetben, és ezt egyébként a lakásépítések is lekövetik, hiszen ott épülnek most már ezek az új lakások, ahol igény van rá, ahol ezeket el lehet tudni adni. Tehát most a legkisebb településekben már nem épül annyi, nem történik annyi beruházás, inkább ezek a nagyvárosokra koncentrálódnak, illetve azokra a kisebb városokra, ahol egyébként a lakosság saját magának például családi házakat is épít. És ennek egyébként abból a szempontból van jelentősége, hogy viszonylag sok részén épül az országnak, sokféle településen épül új lakás, és nem csak a legnagyobb ilyen társasházi meg lakópark beruházásra kell ilyenkor gondolni, hanem egy családi vagy egy ikerház építés is jelentős. Abból a szempontból, hogy az új lakások felfrissítik az ingatlan állománynak a minőségét. Hiszen amíg nem épülnek új lakások, az azzal jár, hogy a már meglévő ingatlanok minősége egyre inkább romlik, egyre kevésbé lesznek energiahatékonyak, egyre magasabb lesz a rezsiköltség, és ez a fajta építési láz, ez ebből a szempontból egy viszonylag kedvező tendencia, hogy felfrissül az ingatlan állomány minősége, tehát aki mondjuk 5 év múlva vesz lakást, az lehet, hogy már a most megépült új lakásokból tud válogatni a használt piacon. Jó 10 évvel ezelőtt attól volt hangos a sajtó, hogy tulajdonképpen fél Hollandia, meg a szépkorúak ide jönnek Magyarországra ingatlanokat venni. Most mit mutat a tendencia a külföldiek közül? Hol a legnépszerűbb Magyarország? Vagy kiknél a legnépszerűbb Magyarország? Nehéz erre pontos statisztikákat mutatni. Természetesen nyilván az Európai Unión belüli költözések azok, amik meghatározzák a magyarországi külföldi lakásvásárlók tömegét. A legnépszerűbbek a németek körében a hazai ingatlanok, és ezt követik egyébként a szomszédos országok, Szlovákiából és Romániából is sokan vásárolnak. Nyilván itt nehéz megkülönböztetni azt, hogy ebből hány százaléka mondjuk a magyar ajkú lakosság, aki mondjuk Szlovákia területéről vásárol Magyarországon ingatlant, de az látszik egyébként, hogy körülbelül minden huszadik, kicsit több, mint minden 20. adásvétel történik külföldi vevő által, tehát kb. 6-7%-a az ingatlan vásárlásoknak az, amit külföldi. És ami magyar vásárlás, annak mekkora része hitel? Egyre nagyobb része. Most már el lehet mondani, hogy több lakást veszünk hitelre, mint amennyit nem, és egyébként ez lesz a következő érdekesség, vagy fókuszpont, amire érdemes lesz koncentrálni, mert a legfrissebb MNB statisztikák kimutatták, hogy az újonnan kihelyezett hiteleknek a 43%-a még mindig egy éven belüli kamatfixálású, ami azt jelenti, hogy egy év után megváltozhat a kamatláb. És várhatóan hosszú távon növekedni fog. És hosszú távon, ha lesz változás a kamatlábokban, az mindenképpen az emelkedés irányába történt, mert most is 0,9%-a egy banki alapkamat. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.